Ismét eredménytelenül zárult Koszovó és Szerbia vezetőinek találkozója Belgiumban. A brüsszeli megbeszélés célja lett volna a felek közötti kapcsolat rendezése az Európai Unió közvetítésével, de miután Josep Borrell találkozott Alekszandr Vučić szerb elnökkel és Albin Kurti koszovói miniszterelnökkel elmondta, hogy nem történt előrelépés. Belgrád és Pristina nem mozdult el a megállapodás felé. Pont ahogyan arra számítani lehetett, már a megbeszélések is nehézkesen haladtak, és végül nem jöhetett létre a háromoldalú találkozó. Koszovó még nem áll készen erre. Szerbia nyitott volt a találkozóra, de a tangóhoz ketten kellenek, fogalmazott az unió külügyi képviselője. És mindannyiunknak ott kell ülnünk az asztalnál ahhoz, hogy folytatni tudjuk a párbeszédet. Ez ma nem volt lehetséges. Ma sajnos nem sikerült előrelépést elérni a megállapodás végrehajtásában. Brüsszel figyelmeztette Belgrádot is és Pristinát is, hogy a párbeszéd, illetve a kompromisszum megtagadása veszélyezteti Szerbia és Koszovó esélyeit az unióhoz való csatlakozásra.